Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, a sajtó megjelent munkatársait, a kedves szarvasiakat. Testületülés volt 2 héttel ezelőtt. Én minden alkalommal az elmúlt 9 évben tájékoztattam és tájékoztatom a szarvasiakat az ott történtekről, a saját véleményemről, nézőpontomról, javaslataimról, elképzeléseimről, interpellációimról, és most is ez történik. Itt a nyár közepén vagyunk. Ősszel lesz az önkormányzati választás. De most még foglalkozzunk a addig eltelt időszakkal. A testületi ülésen szóba került a szúnyog kérdés, és az elmúlt időszakban azért mindjárt megtapasztaltuk, hogy ez a úgynevezett klímaváltozás, ez milyen konkrét problémákkal is jár, konkrét hatásokkal. Ilyen csapadékos és hűvös május nem volt még, amióta a meteorológia van. Láttuk, hogy elképesztő mennyiségű csapadék esett le még júniusban is, és ennek folyománya az volt, hogy nagyon sok szúnyog volt, van az egész városban, az egész országban. Elég annyit, hogy erre rendszeresített írtószer elfogyott az országban, és ezt azért nem boldogít minket, hozzá kell tenni, engem sem, és másokat, akiket szétcsíptek a szúnyogok. Például a Vízszínház megnyitóján 20-ig számoltam a szúnyogot, amit agyonütöttem, de megoldást kellene találni. Most úgy néz ki, hogy van állami írtás, ami azt mondják, hogy túl sokat sajnos nem ér, ugye ezt a magyar állam szervezi, és valamilyen plusz alapot erre is, plusz pénzt átcsoportosít. Van egy olyan írtás, amit gyakorlatilag a önkormányzat, szoros önkormányzat füzet, ez Domenrőd végzi konzorciumban, itt is többletforrás van, és ugye most elhatározta az önkormányzat, hogy vesz egy ilyen gépet, egy ilyen írtógépet, szúnyogírtó gépet, amivel ő saját maga ellátja, vagy elláthatja ezt a szolgáltatást. Én azt mondom, hogy ez jó dolog, támogatom. Amellett azért fölmerülnek környezetvédelmi aggályok is, és van egy olyan javaslatunk, hogy más városokhoz hasonlóan Szarvason is legyenek kihelyezve fecske, fészkek, akár denevér fészkek. De hozzá kell tenni, utána néztem ennek, hogy gyakorlatilag a denevér az táplálkozik inkább szúnyoggal. Ugye tehát a szúnyog az éjszakai állat, főleg akkor megy ugye szívni a vérünket, és ezeket gyakorlatilag inkább a denevérek fogják, a fecskék azok nappal vadásznak. De jó lenne, hogyha tényleg több fecskefészek van a városban, hogy a lenyeket a fecskék fogdossák, és ugye a szúnyogokat is részben. Erre volt javaslatunk. Én tegnap felhívtam a Kirják urat, Kirják László urat, a Kerenzeli Parknak a vezetője. Ők foglalkoznak már a kérdéssel, az önkormányzattól ment feléjük kérés, és gyakorlatilag egy szakember állítottak rá, és megteszik a javaslatokat ezzel kapcsolatban. Én szeretném, hogyha erre az önkormányzat pénzt fordítana, és a szarvasi középületeken lennének fecskefészkek, denevér, óduk, ahova ők javasolják, mondjuk a szakma mondja meg, hogy hova kell, és tényleg egy ilyen természetbarát szúnyogírtási mód is előkerülne a városba. Emellett persze szükség van kémiai védekezésre is, de az legyen minél, is mondjam, kevésbé környezetszennyező, lehet ilyet mondani, erre figyelni kell annak, aki ezt végzi. Ugye nagyon fontosak a rovarok, madarak a városban, nagyon fontos kérdés. Ugye ez a szúnyog kérdés. Rendőrségi beszámoló is volt a testület ülésen, ott én nem fogadtam el ezt a beszámolót, és azért felvetettem olyan ügyeket, ami a szarvasiakat zavar az elmúlt pár hónapnak a történései, vagy hát majdnem pár hétnek a történése. Például ugye a nem létező migránsok, mongol és indiai vendégmunkások Csetepatéba kerültek a utcabálon, és ebből utána lett a mongolok között egy késelés.
rendőrkapitány úr szerint ugye az egyik talán megharapta a másikat, utána azt megkéselte. Most ez felborzolta itt a kedélyeket, hogy hát mennyire van szarvas megvédve ettől a migrációtól, vagy vendégmunkásoktól, vagy ezektől a jellegű bűnözéstől. És ugye az elmúlt egy-két hétnek a másik ilyen kedélyeket felborzoló történése volt az, hogy Borsodi, hát nem norvég és nem svéd szarvason dolgozó vendégmunkások kiraboltak, leütöttek egy szarvasi hölgyet. Gyakorlatilag ugye ez nem volt jellemző, nem jellemző a mi kis békés városunkra, ez is elgondolkodtató azért. Hál' Istennek ugye megtalálták őket, szarvason voltak elszállásolva, és ott többen laktak egy házba, ugye a Technek a videója fönn is van a YouTube-on, és meg is kaptam, hogy hol laktak ezek, szarvasnak a területén vannak elszállásolva, ott mindig is balhé volt, ezt hallottam, mindig ki kellett a rendőrséget, talán ezek is összeverekedtek már egymással egy kocsmába szarvason. Tehát azért ez nem hiányzik. Nem tudom, hogy sikerül így megvédeni szarvast migráns vagy vendégmunkás sok által elkövetett bűncselekményektől. Én azt tudom mondani, hogy ha a kormányzatnak nem is sikerült látszik szarvas megvédeni ettől, én mindenféleképpen azt mondom, hogy elkövetkező önkormányzati ciklusban erre nagyobb figyelmet kell fordítani, és meg kell védeni a szarvasokat az ilyen jellegű migrációs hátterű bűncselekményektől. Ez egy békés kisváros, itt szeretnék élni. Zavar minket ez. Zavar ez a szűkzavar, ami lassan lesz ebbe a városba. Úgynevezett multikulturalizmus most már. Attól függetlenül, hogy ugye minden szinten a propaganda az harsogja, hogy megvédjük az országot, és nem engedünk be senkit. Ezért ez mégiscsak sikerült, és mégis egyre több az ilyen probléma. És látjuk, hogy én személyesen úgy látom, hogy ez nem jó ebben a városban, ezen változtatni kell. Az önkormányzati választásokra előrevetítve azt tudom mondani, hogy a változásra van szükség ebben a városban. Sok mindenen kell változtatni. Olyan például ezen is, például azon is, hogy gyakorlatilag megfelelő, jó fizető munkahelyek kellenek ebben a városban. Elvándorlást vissza kell fordítani, mellett a közterületekre jobban kell figyelni. Úgy látom, hogy komoly gondok vannak a városi közterületekkel. Az utakat, járdákat kiemelten kell kezelni, épp meg kell építeni azokat az utakat és járdákat, amik nem épültek meg. Az elmúlt 10-20-30 évben erre az önkormányzatnak kell, hogy legyen pénze, ez a véleményem. Ha minden évben egy utat megépített volna az elmúlt 30 évben, nem lett volna ilyen probléma. És emellett a várost, én azt mondom, hogy közösségé kell, még inkább közösségé kell formálni, hogy jó legyen itt élni. A pozitívumokra térve azt kell, hogy mondjam, hogy sok jó dolog is van szarvason, sok minden történt, ami előremutató, ezeket folytatni kell, de a rossz dolgokon viszont változtatni, és itt lehet egy élhető, szerethető várost teremteni szarvasból, és ezért kell dolgozni közös erővel, mindnyájunknak, ezt tudom mondani.